Énekszóval nyitották meg azt a kiállítást a Jászai Mari Színház Népházban, amely az ott működő, idén 65 éves bányásztánc együttes életét mutatja be. A tárlat egyben az együttes jubileumi hétvégéjének kezdete volt, melyen a próbák helyszínéül is szolgáló balettermet az alapítóról, Hubay Győzőről nevezték el. Úgy gondoltuk, hogy 65 év után a bányásztánc együttes és utánpótlás csoportjai megérdemlik azt, hogy egy állandó kiállítás szóljon róluk az otthonukba, vagy az otthonunkban, itt a Jászai Mari Színház Népházban. A balettterem és környéken, ahol mi dolgozunk, izzadunk és lakunk, ugye, amikor itt töltjük a rengeteg szabadidőnket, és erre sikerült meghívnunk az alapító özvegyét, Hubayné Szaniszló Ildikót, és egy nagyon régi alapító táncost is. Jelen voltak természetesen a bányász öreg táncosok, és sok utánpótlás tagunk is, és egy nagyon jó hangulatú kiállítás megnyitót tartottunk, amit összekötöttünk azzal, hogy ezt a balettermet az alapítóról elneveztük Hubay teremnek. És ez nagy örömmel töltött el, remélem mindenkit. A jubileumi hétvége a péntek esti gálával folytatódott, amelyen a táncegyüttes korábbi művészeti vezetőit is köszöntötték, valamint örökös tagsággal jutalmaztak 10 korábbi és jelenlegi táncost. Egy ilyen gála műsor természetesen mindig arról szól, hogy emlékezünk az eleinkre, emlékezünk a művészeti vezetőkre, a kiemelkedő nagy táncosokra, megköszönjük mindenkinek a sok segítséget, ugye a köszönésről szól, mert ezeket nem szabad elfelejteni, mert itt mindenki ugye a szabadidejében a saját szabadidei rovására dolgozik önzetlenül. Petőné Novák Tünde korábban 13 évig vezette a bányásztánc együttest. A jubileum kapcsán rengeteg korábbi emlék és érzés tört elő belőle. Rengeteg munka, jó közösségbe végzett, fárasztó, izzadságszagú munka, és a sok élmény, amit közösen barátok között éltünk meg. Ez egy lelki elhivatottság is, enélkül nem megy. A bányásztánc együttes jubileumi hétvégéje egy szombat esti bállal zárult.